Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Momentum közleményt adott ki, amelyben úgy fogalmaznak, elhatárolódnak a Cigle Egyesülettől. Az Egyesület elnökét is megkérdeztük, aki úgy fogalmazott, tartalmilag nem behatárolható a közlemény. Például az, hogy politikailag, emberileg vagy milyen formában történik az elhatárolódás. Közölnek néhány olyan eseményt, ami közel lassan egy éve már megtörtént az Egyesületen belül, valóban megtörténtek a dolgok. Azóta új lapokat írunk az Egyesületbe, új alapszabálya van, teljesen nagyrészt cserélődött a tagság, kicserélődött a vezetés, tehát ez nem egészen érthető számunkra az elhatárolódás oka. A tartalmát még annyira sem értjük, de egyébként tisztán kell látni a dolgot, hogy egy egyesület az egy civil szervezet, amely, mint hangsúlyoztuk korábban is, szakítani akar azokkal a politikai civódásokkal, zsörtölődésekkel, összeveszésekkel, ami Cegléden jellemző volt. Járni szeretnék a maguk útját, és nem figyelni azt, mely tag, melyik párt tagja. Persze valaki dolgozni szeretne a közért az egyesületben, fogalmazott az elnök. Tehát az, hogy kiléptek a Momentum tagjai az egyesületből, lelkük rajta, én egyről tudok, az is egy hónappal ezelőtt lépett ki, más kilépőről nem tudok. Tehát gyakorlatilag nem tudunk mit kezdeni a Momentumnak ezzel a nyilatkozatával, mi csak reménykedünk abban, hogy a továbbiakban, mint fiatalok, lelkes emberek, a köztért érintő lehetőségeket kihasználva, velünk együtt válvetve dolgoznak azért, a városért és az emberekért. Ezen kívül nem is szeretem ezt hozzáfűzni a közleményhez, fogalmazott Szabó László.